Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Te, ő és valaki a háttérben. Ha te egy hölgy vagy, akkor nyilvánvalóan a harmadik személy egy másik hölgy. Ha egy férfi vagy, akkor az lehet, hogy nála van még egy másik férfi az életében. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus, asztrológiával együtt, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat, a harmadik személyt is megnézem, akkor a díjam 10000 forint. Először is megtekintjük a hölgy gondolatát. Mit gondol róla, vagy mit gondol erről a kapcsolatról? Itt van a levél. Lehet, hogy vannak bizonyos szerződések kettőjük között, például adásvételi szerződés, és ha mindketten aláírtak bizonyos szerződéseket, akkor ez a férfi nehezen tud kilépni ebből a kapcsolatból. Amit a levél még jelenthet, hogy ez a nő előírja neki azt, hogy mit kell tennie. Ennek a férfinak ott nincs szava. És milyenek az érzelmei, mit érez a férfi iránt, vagy hogyan érzi magát ebben a kapcsolatban? Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ez a hölgy úgy érzi, igen, itt le tudok gyökerezni, tehát biztos a dolgában. A fa jelenthet egészségügyi témákat is, lehet, hogy betegeskedik, vagy betegíti őt ez a kapcsolat. Mit fog tenni? Itt látható ez a medve, tehát ez a nő nagyon-nagyon biztos a dolgában. Az is lehet, hogy parancsolgat neki. Mint ahogy itt is láttuk, hogy mindent előír neki, hogy mit kell tennie. És most megnézzük ezt a férfit. Az ő gondolata a hölggyel kapcsolatban. Vagy hogy látja ezt a párkapcsolatot. Itt van a felhő, ami azt jelenti, hogy valami átláthatatlan. Tehát nem tudja, hogyan tovább. Nem tudja, hogy milyen lépéseket kellene tennie. Nehezen hoz még döntéseket. Minden olyan bizonytalannak tűnik. Mit érez a hölgy iránt, vagy ebben a kapcsolatban? Ez a kulcs jelenti a magabiztonságot. De mivel ő bizonytalan, ez nem az ő magabiztonságára utal, hanem tudja azt, ez a nő magabiztos. Amit a kulcs még jelent, hol így, hol úgy, hol nyitott, hol zárkózott. Mit fog tenni? A kereszt jelenti azt, amikor a sors utak kereszteződnek, és ez arra utal, ez a férfi találkozni akar veled. Döntéseket fog hozni fél éven belül, hiszen eléri az élet útján ezt a kereszteződést, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és a kulccsal le tud zárni valamit, és ki tud nyitni valamit. Mit érez, illetve mit gondol rólad? Mit gondol rólad? Itt a csillagok szerencsét hoznak, ez a férfi boldog veled, megvan a bizalma, tudja azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lesztek. Mit érez irántad? Itt tervez veled valamit, hiszen megjelenik ez az út, ez egy közös életút tervezése, ahol kivirágzik valami.
gondolsz te erről a hármas kapcsolatról? Itt a hegy jelenti a nehézségeket. Számodra ez egy kihívás, egy nehéz helyzet. Azt is jelentheti ez a hegy, hogy úgy gondolod, hogy nála vannak problémák, valami még blokkolja őt. Van arra remény, hogy együtt legyetek? Igen, a hajó szimbolizálja a reményt, egy utazást is, ez lehet nyaralás, de lehet egy belső út is, egy közös életút, egy lelki kapcsolat. Hogyan érzed magad? A könyv jelentheti ugyan a tudást és a tanulást is, de ebben a helyzetben a könyvek jelentik az ő zárkózottságát. És ilyenkor mindig úgy gondolod, hogy ő valamit eltitkol előled. És ha benne vagy ebben a helyzetben, akkor az nagyon-nagyon fáj neked. Itt ez a kép utal a fájdalmakra. Mit tegyél irányába? Hogyan viselkedj vele szemben? Itt ő jelenik meg a képen, dicsért őt. Ő a legjobb a világon. Olyan a szépsége, a tudása, és te imádod őt úgy, ahogy ő van. Tehát, ahogy ő rendezi a dolgokat. Vagy mondd azt, hogy megbízol benne, hogy majd ő döntéseket hoz, és te ott maradsz a háttérben, de bízol abban, hogy itt lesz egy közös életút, egy találkozás, döntések, és tényleg itt van rá a remény. És a jövő az itt látható. A gyűrűk jelentik a kapcsolatokat, azt is, hogy ez a férfi mindig visszatér hozzád, ne aggódj, azon kívül a jövőt illetően ez lehet egy házasság is. És ez volt a hármas kapcsolat jóslás. Amennyiben tetszett a videó, leírhatod a kommentárba, vagy lájkolhatod. Örülnék annak is, ha jelentkeznél a csatornámra, vagy ha meglátogatsz a Facebook oldalamon. A mai naptól kezdve vannak ott újdonságok. Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici néven találsz meg. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!